Országos felhíváshoz csatlakozott a Déréné Kulturális Központ, amikor február 8-án éjszakába nyúló szórakozási lehetőségekkel várta a látogatókat. A rendezvényt Kovácsné Kerekes Katalina központ munkatársa nyitotta meg és mutatta be. A Kultúrházak éjjel-nappal programot a Magyar Népművelők Egyesülete hirdette meg, és ez a programhoz országos szintű programról van szó. Csatlakozhatnak a különböző települések kultúrházai, faluházai, közösségi terei. Az Egyesületnek az volt a célja, hogy ezen a hétvégén, a február 8-ától 10-ig tartó időszakban, Farsang utolsó hétvégéjén lehetőséget adjanak a kultúrházaknak, hogy bemutatkozhassanak, hogy milyen színes kulturális élet folyik az egyes településeken, milyen értékteremtő munkát folytatnak szakkörök, kis csoportok működtetésével. A rendezvények közé, ha nem is meghatározó jelleggel, de a küszöbön álló farsangot is becsempészték. Nem ez az elsődleges célunk, hogy a farsanghoz kapcsolódjunk, de megjelenik természetesen témaként, hiszen az Abhegyező Gyermekanimátor Egyesület kézműves foglalkozást tart a földszinti klubteremben, ahol állarcokat készítenek, farsangi kiegészítőket, tehát itt is megjelenik a farsang. Ezen túl bemutatkoznak a különböző csoportjaink még, bemutatkozik a Sigfold Foltvaró Klub, illetve az értékmegőrzés, az értékteremtés csoportjai, a csipkeverők és a kunhímzők. Nagy örömmel mondhatjuk, hogy már a több mint egy éve működő csipkeverő szakkör mellett elkezdte működését a kezdő csipkeverők szakköre, illetve a kunhímző szakkör. És ha igazán az értékmegőrzésről beszélhetünk, akkor az ő működésük mindenképpen ide sorolható, és nagyon, nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy ez a gyönyörű karcagi hagyomány tovább él, tovább folytatódik. A kézművesség mellett a táncos hagyományőrzés, az utazás és a filmművészet is helyet kapott. Én úgy gondolom, hogy ha valaki egy néptánc foglalkozáson részt vesz, nyílt foglalkozásról van szó, állj be közénk, ez is a címe, akkor nem csak a teste, hanem a lelke szelleme is fejlődik, és így ezen a nyílt napon lehetőséget kapnak a néptánc csoportok, hogy bemutatkozzanak, illetve a külsősök, akár felnőttek, akár gyerekek, hogy bekapcsolódjanak ebbe a foglalkozásba, illetve lesz majd 19 órától egy úti beszámoló itt a második emeleten Német Mihály kenyai utazásáról lesz egy nagyon szépnek ígérkező beszámoló, aki Német Mihályt, Német Misit ismerik, ők tudják, hogy nagyon magával ragadó egy-egy előadása, és bizony különleges, egzotikus tájakon jár, nagyon várjuk már, illetve egy különleges, szokatlan időpontban este 9-től, tehát 21 órától vetítjük le a moziteremben a Samsara című filmet. Ez egy színes szöveg nélküli amerikai dokumentumfilm, és mostanában cikkeznek róla, és gondolom, hogy a nagy mozivásznon megjelenő képek még nagyobb hatást érnek el, mint ha valaki csak otthon a számítógépen vagy a televízión nézné meg. Éjjel-nappal hirdette a cím, és ennek megfelelően, ha nem is hajnalig, de éjszakáig tervezték a programokat. A Kultúrházak éjjel-nappal akciónak az volt a célja, hogy tág lehetőséget biztosítson mind időben, tehát a három nap, a hétvége, két és fél nap is erre vonatkozik, illetve az éjjel-nappal akár éjjel, akár nappal, akár mindkét időszakban bemutatkoztak a kultúrházak. Mi úgy döntöttünk, hogy 17 órától 22 óráig tart körülbelül a rendezvényünk, hogy egy kicsit a nappalból és egy kicsit az éjszakából is, vagy az éjszakába is bele gyaloglunk, hogy így mondjam. Gondolva arra, hogy aki egész héten dolgozott, akkor talán most péntek délután lehetősége van ezekbe a programokba bekapcsolódni, és ha egy nem is nagyon késő időpontban nyugovóra tér, akkor a hétvégéje még teljesen szabad, és akkor ezt a megoldást választottuk. Szabadon döntöttek a kultúrházak, hogy ki milyen időintervallumot vállal, illetve tölt meg tartalommal ebben az időszakban. Mi így döntöttünk, hogy 17 órától kb. 22 óráig tart majd a mi programunk.
Első a látogató, de kedvenceik természetesen a rendezőknek is voltak. Ide is, oda is bekapcsolódom majd, most hamarosan kezdődik majd a megnyitó, néhány kedves szóval köszöntöm a megjelenteket, és utána szívem csücske a néptánc, úgyhogy itt biztos, hogy részt veszek a foglalkozáson az második emeleti nagyteremben, de a többi előadás is érdekel, és ott látogatóként bebe nézek mindenhová.